a Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek. A zene ünnepén esős hangulatban nyitotta meg kapuját második alkalommal a fesztivál a művészet és gasztronómia jegyében elnevezésű rendezvénysorozat. Bükkösdi László álmodta meg a fesztivált, ahol csaknem 3 hétig a színház, tánc, film, képzőművészet, zene, bábvilága a vigalommal fonódik össze. Idén 188 program közül válogathatnak az érdeklődők. A bőség zavarával küszködöm tulajdonképpen, annyi sok érdekes programunk lesz. Az első nap a zene ünnepe, koncertekkel a város különféle helyszínein. Hétfőn, kedden, szerdán az utcai zenészek fesztiválja a történelmi belváros helyszínein. Muzsikusokkal találkozhatnak a sétálók, remélem mindenki örömére fognak zenélni. Alkalmi színes produkcióját ki szeretném emelni, mert ősbemutatóval találkozhat a pécsi közönség. A Koppányi Aga Testamentuma című klasszikus művet dolgozták fel, és száraz jégrevű formájában fogják előadni. Stábunk ellátogatott Hárdi Péter és Várszegi Csaba hiánypótló multikulturális száraz jégrevűjének próbájára. A darabot a szerzők a következő 4 sorral ajánlják. Ég a mecset, forog a nyás, ropogós a malacka, gyere haza, igluaga, hideg neked, Alaszka. Te anyátlan. Hát nem igen, csak sötétben, messziről és nyugyarítva. A kulináris élmények kedvelőinek 2 vacsoraestet tudok ajánlani. Szárnyas vacsoraesteket a belvárosi étteremben, 21-től 27-ig kínálnak szárnyas ételeket, 25-én egy kosztümös vacsoraestet a Makártanyán, ahol Makár óbester vendégei lehetnek az érdeklődők. És még egy különlegesség, 23-án 16 órától a Barbakán melletti téren halfőző versenyt nézhetnek, illetve kóstolhatnak meg az arra járók. Akik ezt kitalálták, azok nem csak arról tanúskodnak, hogy remek elgondolásaik vannak, hanem hogy ebben az elgondolás rendszerben az együttműködés is megjelenik, hiszen a közművelődésben, a kulturális intézményben dolgozók végre találkoznak a gazdaságban, tehát a vendéglátásban ügyködőkkel. Ez is egy olyan új vonás, amit föl kell karolnunk és dicsérnünk kell. A gasztronómia évében az idei fesztivál csak úgy, mint az elmúlt esztendőben. 3 hétig tartó vidám kikapcsolódást ígér a pécsieknek és az ide látogatóknak. A Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek.